Mikor a mesteredzői díjat megkapja az ember, leül a fotelbe, végig gondolja, hogy mi minden történt, akkor mik azok a főbb jelenetek, amik felsorolódnak ezekben a film, vagy ebben a filmben? Hát gondolom az első az lesz, hogy amikor elkezdtem edzősködni, és eltelt egy pár év, akkor azt mondtam, hogy csinálok egy ilyen bakkancs listát, hogy mit szeretnék elérni ezen a pályán. És ez volt a vége, hogyha jó fog dolgozni, akkor ezt megkapom. Méghozzá úgy, hogy tehát az eredményeim által, és nekem az benne a legtöbb, hogy nem is én jelentkeztem el a díjra, munkatársaim jelöltek, és úgy kaptam meg, hogy nem is tudtam róla, hogy jelölve vagyok. Úgyhogy én bennem az pereg le, hogy életemben talán először, amikor kaptam valamit, elsírtam magam örömömbe, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre a díjra, nagyon kevés ember kapja meg. Utána néztem, 9 év volt utoljára a kézilabda, a mesteredzői díj, Rór Kálmán barátom kapta, és mindenki, aki ennek a díjnak a tulajdonosa, az nagyon sokat tett a kézilabdáért, úgyhogy rendkívül büszke vagyok erre. Mi az, amit, hogyha a pályafutásodat pontokba kéne szedni, akkor ezeket a pontokat felsorolnád? 1978, mikor elkezdtem edzősködni Ózdon. Egy vasvári iskolába tanítottam, és kiírtam, hogy kézilabda szakkört szeretnék tartani, és 40 gyerek jelentkezett, és még egy év múlva is ennyi volt. Úgyhogy ez az első dátum, a másik 1984, amikor először NB1-ben voltam edző, ez is szintén még Ózdon. 91-es DVSZ-hez való kerülésem, ahol a legtöbb sikert elértem. Itt a két ÁFKO győzelem 95-96-ban. Azt gondolom, nem lehet elmenni a Vasas mellett, mert a Vasas 16-szoros, ugye magyar bajnok is, BL győztes csapat. Igaz, nem a legszebb időszakát élte velem, hisz egy nagyon nehéz időszak volt, de 4 évet dolgoztam ott, mint ahogy Fejérvár is nagyon emlékezetes, hisz az első ÁFKupa meccseket velem bívták, és hát természetesen Debrecen újra, újra és újra. Akivel, vagy amivel mai napig foglalkozom, az a legkedvesebb emelék a DVSC, közel 20 év munka benne. És hát a válogatott mellett eltöltött 2 év Német Andrással 2014 és 16 között, úgyhogy sok ilyen dátum van, de ezek a legfontosabbak. Ha már Német Andrást említetted most, és Elek Gábort korábban, az egy nagyon szimpatikus dolog, és szerintem ritkaság számba is megy, hogy néhányan ti edzők olyan jó baráti kapcsolatban vagytok, egy olyan baráti társaságot alkottok, amiben együtt jártok világversenyeket megnézni, leültök, szakmáztok, beszélgettek. Ez, mint hogyha egyre kevesebb lenne ebből, pedig talán azt mondják a korodbeliek, hogy mindig ebből fejlődtek ők az edzői pályafutásuk során. Tehát én most már azt gondolom, hogy ez majdhogy nem unikum. Igen, hát nekem is ugye Komárom Ákos volt az a edző, aki mint mentor magam mellé vett és segített a pályámon, és mai napig jó kapcsolatom van vele, vagy Ökrös Pistabá, a kettesnő tanárom volt. Tehát mindenkinek, azt gondolom, az edzői pályán megvannak a maga kis mentorai, atyai. Ez a kör, amiről beszéltél, hogy együtt járunk világversenyekre sok-sok éve, gyakorlatilag ez bővül, tehát vannak benne fiatalok, így kapcsolódott bele Elek Gabi, aztán a Marosán Gyuri, tehát vannak mindig fiatalabbak. De azt gondolom, hogy ez az erős szál, ami az Elek Gabi, Német Andás, én, Rór Kálmán, Skalicki Laci szála, az azért remélem nem sértek meg senkit, mert azért vannak többen, de a legszorosabb kapcsolat velük van. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon mindenki számára példaérdekű, hogy a sport azért szül, eredmények mellett barátságokat is szül, és mi azt gondolom, barátok vagyunk, a legjobb barátok talán. És milyennek látod azokat a fiatal edzőket, akik nem olyan régen kezdték a pályájukat? Azt mondod, hogy mindig is jellemző volt az, hogy mentoráltatok fiatalokat. Vannak-e olyanok, akikkel szívesen foglalkozol, akiket szívesen vonz be a munkába, akikben azt látod, hogy a későbbiek során ők azok, akik majd erősíthetik a magyar edzőknek a hírnevét? Igen, van. Tehát végül is ugye Elek Gabival is úgy kerültem kapcsolatban, hogy az édesapját ismertem jól, Gyula bácsit, és egy NB1-ben is meccsen, amikor a Csömör edzője volt a Gabi, én pedig a Derecskét találkoztunk, és ebből
fakadt egy barátság, aztán meg egy olyan szakmai barátság, ami mai napig is tart, vagy a Németh Andrással való 1983-82-ben történt az első találkozásom is. Először a szimpátiából fakadt, aztán pedig mint embert és mint edzőt megismerve alakult ki ez a hosszú, mély barátság. És van mai nap is olyan edzőkollega, Vida Gergő személyében, akit magam mellé vettem, és az a célom, hogy egy olyan edzőt neveljek belőle, aki hosszú távon tudja vinni a debreceni sikereket. Milyen képességek szükségesek egy fiatal edzőnek ahhoz, hogy te most már mesteredzőként azt mondtad, hogy érdemes elkezdeni vele egy kicsit foglalkozni? Hát én azt gondolom, hogy minden ember érzi azt, hogy van-e benne olyan kisugárzás, olyan aura, ami vonzza a tekinteket. Ha én egy emberben meglátom ezt, akkor az az első, a tekintete, a kiállása, a rá összpontosuló figyelem, ami felkelt az érdeklésem, és ha ez van, akkor bele érdemes foglalkozni. Aztán hát persze vannak fiatalabb kollégák is még az utánpótlásban, akiknek edzésvezetési stílusra ragad meg, vagy pedagógiai érzéke, vagy egyáltalán a hangja. Tehát sok olyan dolog van, amiből összetevődik egy jó edző, és az ember ilyenkor megpróbál velük kapcsolatba lépni, és ha úgy érzi, hogy igénybe veszik a segítséget, akkor segít. Sok név elhangzott most itt a rövid beszélgetés alatt. Van-e bárki, akit még szeretném megemlíteni, mert hogy fontos szerepe volt a pályafutásodban? Én azt gondolom, a legfontosabbakat megemlítettem. Akikről nem beszélnék név szerint, de megemlíteném őket név nélkül, a mindenkori csapataim vezetői, akik bíztak bennem, és mindig adtak lehetőséget és türelmet a munkára.